Látták a Bazi Nagy Görög Lagzi című filmet? Nem látták? Nem baj, a valóság sokkal jobb forgatókönyvet írhat, mint a Patika mérlegen kiszámolt hollywoodi poénokból építkező filmek. Mi van? Lazíts már! Lazulj el! Segíts egy kicsit! Majd eltöröm kezedet, lábadat! Megint bedöltél, ilyen! A mi filmünk hősei az Ercsiek a nagyvilágban sorozat részeként Kaszap Ági, 2017-től Konstantopulosz Ágnes és férje Christos Alexandros Konstantopulosz. Az én nevem most már akkor 2017 óta Konstantopulosz Ágnes lett hivatalosan. Christos Alexandros Konstantopulosz vagyok. Ha hozzátesszük, hogy a fiatal pár kezdetben egy kukkot sem értett egymás szavából, akkor gondolhatjuk, micsoda kedves poénok, helyzetek alakították az ő mindennapjaikat. Nagyon nehezen indult a mi kapcsolatunk, ennek az egyik legfőbb akadálya az volt, hogy én nem tudtam angolul, és egy nyilván görögül sem. Ő pedig egyáltalán nem tudott magyarul, úgyhogy eleinte nagyon furán randiztunk, gyakorlatilag hát nem nagyon tudtunk beszélgetni, ez úgy nézett ki, hogy a Krisztus érteni valamennyit értettem angolul, úgyhogy ez úgy nézett ki, hogy a Krisztus ilyen eldöntendő kérdéseket tett föl nekem, amire igen-nemmel és talánnal lehetett válaszolni, vagy ha bólogattam, meg ilyesmi, úgyhogy az első néhány randi nagyon-nagyon furcsa volt. Élveztük, csak hát azért azt gondoltuk, hogy ez így nem fog hosszú távon menni, úgyhogy kénytelen voltam valamit tenni az ügyérdekében, és akkor úgy döntöttem, hogy megtanulok angolul. Én akartam kérdezni, titok vagy titek? Titeket. Mire gondoljatok, hogy ez ez nagyon kifogott rajta. Szóval ezt a mai napig keveri, hogy kalapács és kürtös kalács. Volt, amikor úgy jött haza, hogy mondta, hogy kalapács fesztivál lesz Pesten is. Mondtam, hogy az képzem, hogy kalapács fesztivál tartott, kürtös kalácsot sokkal inkább. Úgyhogy ez neki ezek a hasonló szavak sok-sok gondot okoznak. A Konstantopulosz házaspár előadásában kerülte azokat a témákat, amelyeket a tankönyvekből, útikönyvekből amúgy is tudunk, április 15-én a művelődési házban látogatók egyébként sem ezeket, hanem a fura helyzetből adódó félreértéseket, poénokat várták inkább. Ilyenek akadtak is bőven, mint például a merőben különböző étkezési kultúra kapcsán egy-egy ebéd vacsora tervezése egy magyar laikus számára, akár tűnhet családi veszekedésnek is. Mi volt ez a balhé az előbb? Miről beszélhetek? Jó, semmi, mit teszünk ebédre? Ez nagyon-nagyon fontos náluk. Minden nap az ebédet és a vacsorát alaposan meg kell tervezni, hogy ez mi legyen, hány emberre főznek, mindig vitatkoznak azon, hogy nem lesz elég a kaja, és természetesen utána annyi maradt, hogy még 3 napig esszük. Volt szó sok minden más mellett a két ország közlekedési szokásairól is, na itt is akadtak bőven furcsaságok, de az sem volt semmi, visszatérve a kulináris vonalhoz, amikor görög hősünk találkozott a magyar konyha kötelező, gőzölgő leveseivel. Hát az, hogy a Krisztus szereti a levest, az egy külön történet. Oké, most már tudom, hogy itt Magyarország. Ti esztek minden, ha nem minden nap, minden hétvégén leveszt. Persze, biztosan. Ez nem baj, ha nyáron. Ha te van, nyáron is. Szóval Görögországban eszünk leveszt, ha vannak dolgok, amiket az ember hosszú évek alatt megszokhat, elfogadhat, no de azért mégsem mindent. Az, hogy nyáron a 42 fokban vasárnap meleg húslevest kell enni, ezt lassan-lassan megemésztettek, de hogy hideg gyümölcslevest az étkezés elején.